Nálunk a Kecskeméti Református Gimnáziumban a kémia, biológia, labor, előadó és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek kicsit olyanok, mintha egyetemen lennénk. Olyan a megjelenésük, felszereltségük és a hozzátartozó kollégák is. Nagyon sok olyan eszközt kaptunk, amivel addig nem rendelkeztünk. Gondolok itt olyan modern labortechnikai eszközökre, mint például a PCR-gép, mikropipetták például, kit készletek ezekhez, tudunk baktériumot tenyészteni, ezeken génátültetni, végezni, és egyéb ilyen modern laboratóriumi kísérletet tudunk végezni. Nagyon sok programban és különböző boncolásokon, terepgyakorlatokon és laborgyakorlatokon is részt tudtam venni. Ebből legjobban mondjuk a szívboncolás vagy a mostani tüdőboncolás tetszett. A gyerekek itt a laboratóriumban is megnézhetik egyetemi előadóknak a gyakorlatait, előadásait, utaznak Szegedre, ahol konferencián és egyéb foglalkozásokon szintén élőben egyetemi tanárokkal találkoznak. Belekóstolhatnak abba, hogy milyen különbség van az egyetemi diák élet és a gimnáziumi között. Tiszta szívből ajánlom azoknak ezt a programot, akik szeretik a biológiát, illetve az élővilágot. Amiért különösen is ajánlom az STA programját olyan diákoknak, akik még gondolkoznak azon, hogy merre menjenek, mert sok olyan ismerettel gazdagodnak, aminek nagy hasznát fogják venni az egyetemi éveik során. Tehát előnnyel fognak indulni az egyetemi oktatásban, úgy gondolom. Mindenkinek tudnám ajánlani, minden 9-10-esnek ezt a programot, akit érdekel a biológia, és szeretne egy jó társaság között tanulni gyakorlatilag, és tapasztalni.